Még 2017-ben szavazta meg az országgyűlés, hogy február 22-e a parasport napja legyen. Ennek jegyében a Sátorai Újhelyi Kossuth Lajos Technikum, szakképzőiskola és gimnáziumban a diákok testnevelés órán próbálhatták ki, hogy milyen, amikor ülve röplabdáznak vagy bekötött szemmel, bár segítséggel mennek át az akadálypályákon. Sáfrányosné Nár Marian testnevelő elmondása szerint a diákok nyitottan fogadták ezt a lehetőséget. Ma van a Magyar Parasport Napja, február 22-én, most már többedik éven megrendezzük, szervezzük a gyerekek részére. Testnevelés órákon igyekszünk olyan sportágakat megismertetni velük, amelyek tipikusan parasportok, illetve érzékenyítő mozgásokat végzünk, és mindezek mellett pedig érzékenyítő, lélekmozgató filmeket is szoktak nézni a gyerekek. Hogy szavakkal fejezzem ki magam, pár szóban empátia, együttműködés, beleérzés, segítése a másiknak, odafigyelés a másikra, lélekmozgatás. A testnevelés órákon egy kicsit közelebb próbálják hozni a diákokhoz az elfogadást. A testnevelés órák keretében próbálunk valahol a parasportokhoz egy picit közelíteni. Például ülőröplabdát fogjuk a mai órán kipróbálni, amely egy tipikusan parasportág, és érdekes már, hiszen a mai nap már a többedik testnevelés órán vagyunk túl, és először azt gondolják a gyerekek, hogy hú, hát ez mennyire könnyű, hát ülni kell, és akkor igazándiból úgy az érintések, és amikor kipróbálják, akkor érzik azt, hogy ez bizony nem annyira egyszerű. Sáfrányosné Nár Marian elmondása szerint a diákok a sportok alatt kezdik el azt érezni, hogy mennyire nehéz lehet akár a röplabda is, vagy más sport a mozgássérülteknek.